Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. Első témákba akkor bele is vágunk, és szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén beszélgető partneremet, Besenyő János, biztonságpolitikai szakértőt. Jó napot! Jó napot kívánok! Érdekes, és hát mondhatni nem olyan közéleti témával foglalkozunk, olyan szempontból, hogy azért nagyon sokat erről egy hétköznapi ember nem tud, mégpedig a fegyverkezésről, és hogyha egy picit közelebb akarom hozni, akkor lehet, hogy Magyarországgal kezdenénk, hiszen itt az országban azért nem tudom, majd ön elmondja, hogy azért ezt szakmai körökön belül hogy látják, de mondjuk egy hétköznapi ember számára nem annyira megszokott az, hogy az ország ilyen hatalmas nagy fegyverkezésekbe kezd, és akkor majd szerintem részletekbe is belemegyünk. De ugye, ha jól tudom, akkor van egy olyan program, ez az Zrínyi 2024, azt hiszem, ha jól mondom. 26, igen, bocsánat. Ami keretein belül most az ország fokozatosan kezdi el, hát nem tudom, felújítani, vagy egy kicsit úgy feléleszteni a katonai haderejét? Hát igen, részben. Hát engem annyira érint ez a dolog személyesen is, hogy én 1987-től egészen tavalyi hivatásos katona voltam, és az utolsó beosztásomban a Honvédség tudományos területért feleltem, tehát így volt azért rálátásom a programra és annak dolgaira. Amit látni kell, hogy 87-ben még egy 155 ezer fős hadsereg volt, amit rendkívüli módon leépítettek a rendszerváltástól kezdődően, és a végén eljutottunk oda, hogy egy 29 ezer fős papíron 29 ezer fős hadsereg állt föl, amelyből valójában egy 22 ezer fő volt rendszerben. Tehát ott tartunk, hogy a Magyar Honvédség a munkaerőpiacon nem áll olyan jól, mint ahogy szeretnék a politikai és katonai vezetők. Fizetésben nem olyan jó, mint sok más múlt, illetve civil cég, hisz hallani a különböző műsorokban is, hogy a Lidl, az Ocean, a Tesco, hát amikor 200 ezer forintokat fizet az árufeltöltőknek, azzal például a tiszthelyettesi vagy altiszti kar megtartása így már nem egyszerű. De ami még nagyobb problémát jelentett, hogy már a Varsói Szerződés idejében is nagyon sokszor az volt, hogy nem voltak új beszerzések, így a raktárkészleteket kanibalizáltuk, illetve a lebiztosított eszközöket kanibalizáltuk ki, és azokkal működtettük a meglévő eszközöket. Nagyon sok eszköz közben működőképtelenné vált, kikerült a rendszerből, fegyverzetcsökkentés is volt, sokat átadtunk más országoknak is, például az irakiaknak T-72-es tankokat, és a mi készleteink egyszerűen elavultak, kevésbé voltak működőképesek. És hát eljutott oda a hadsereg, hogy sem az állománya, sem a műszaki felkészültsége nem felelt meg sem a kor kihívásainak, sem a környező államok hadseregeihez, és sem azoknak a igényeknek, amelyet a Magyar Honvédség irányába mind az országvezetése, mind a különböző műveletek támasztottak. Erre egyszer csak valaki... Nagyon helyesen fölismerte a kormányzat azt, hogy ebben a kérdésben lépni kell, mert a 24. órában voltunk, és ez a program, illetve a program keretében új eszközöket, repülőgépeket, kézifegyvereket, sőt új egyenruházatot biztosítanak az állománynak, kerülnek beszerzésre.